Üdvözlöm Önöket, ez itt az Egyenlítő nyári különkiadása, ezúttal is a Budakeszi Vadasparkból. Adásunk első felében a Barna Medvéről beszélgetünk, második felében pedig Szentpétervárról, a gyönyörű orosz városról, és aki egész héten a segítségemre volt, az Jóba Katalin, a Budakeszi Vadasparknak az állattréner állat gondozója. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre állsz. Barna medve, ez egy ilyen egyszerű történetnek tűnik, sokat hallunk róla, sokat olvasunk róla, de azért mégiscsak egy különleges és bonyolult állat, majd a viselkedését szemtekintve. Például azért, mert a téli álom is olyan egyszerű, mint ahogy azt az átlagember tudja. Igen, a barna medvével kapcsolatban több kicsit rosszul elterjedt hiedelem van. Az egyik pont a téli álom, mert igazából a barna medve részleges téli álmot alszik. Nem részeges, volt, aki azt mondta, hogy részeges téli álom, az egy másik. Szóval részleges téli álom, ami azt jelenti, hogy néha fölkel és ennivalót keres magának. Mert ugye a téli álmot a táplálék hiány váltja ki, nem a hideg, arra való a jó kis téli bunda és téli zsírtartalék, úgyhogy ilyenkor a medve azért télen néha fölkel és valami ennivalót után kajtat. Úgyhogy ezért van, hogy a kicsit kevésbé kemény teleken, amikor amúgy is mocorognak mondjuk a különböző pockok és egyéb rágcsálók, amit amúgy szeret a barna medve, akkor azért elő szoktak cambogni gyakrabban, és akkor valamit keresnek, illetve kikaparnak a hó alól. Aztán ez jellemző hogy... egyébként egyszerű felébredés, vagy az élelemtől függ? Ez élelemtől, felmelegedéstől, úgyhogy teljesen időszakos, hogy most pontosan mennyi időre van, hogy tudom is én több héten át alszik, és utána pedig mondjuk pár napon át kajta tennivaló után, hogyha enyhébb az idő, és jobban mozognak az állatok, vagy nincs is akkora nagy hóborítás, és jobban talál valamilyen ennivalót magának, akkor meg hamarabb egy jobban előjön, és gyakrabban előjön. Itt nálunk ugye a vadasparban folyamatos az ennivaló, folyamatos az etetés, úgyhogy nem alszanak téli álmot, csak egy kicsit ilyen energiatakarékos üzemmódba állnak át ők is. Egyébként a természetben ugye sokat hallani, beszélünk, reális dolog a klímaváltozás, ez nyilván befolyásolja ezt a téli álom dolgot is a barna medvéknél, gondolom, mert hogy egyre rövidebbek a... vagy ez még nincsenek ilyen exakt megfigyelések ezzel kapcsolatban? Ilyen szintű megfigyelések barna medvéről úgy tudom nincsen, de hogy általánosságban a környezeti változások, az éghajlatváltozás és csomó minden, az mindenképpen hatással van rá. Hogy most ez éppen valamilyen ciklikusság miatt történik, és ez van rá hatással, vagy pedig tényleg valami más miatt reagálnak így, ez még azért szerintem jövő fog derülni. Jövő kérdése, reméljük, hogy nem lesz olyan gond. Jó. Van még egy nagyon érdekes kérdésem, hogy itt kettő hím barna medve van. Ők mennyire jönnek ki, jól ki egymásra? Mennyire nehéz mondjuk két hím barna medvét így egy térben tartani? Igazából ez onnan indul, hogy ők is a veresegyházi medveparkból érkeztek, mint a farkasaink, és hát összeszoktak már. Tehát a legtöbb állatnál, az ellenkező neműeknél, meg hát főként az azonos neműeknél azért ez egy sarkalatos dolog, hogy mennyire szoktak össze, mennyire esetleg nevelkedtek együtt. Mondjuk Romulus és Tibor a két medvénk, ők azért nagy korkülönbség van köztük, Tibor már 20 éven túl van, úgyhogy eléggé idősnek minősül, úgyhogy ők nem együtt nevelkedtek, de azért sokat voltak együtt már veresegyházan is, úgyhogy ide már összeszokott csapatként kerültek, úgyhogy nincsen semmi gond velük, nagyon kedves, békés, normális állataink ők is. Ezek a medvéknél, ez a 20 éves kor, ez így kb. Mit jelent? Hát azért ezzel már benne van rendesen a matuzsálem korban, mert átlagosan azért ugye a 20 év a max, ami úgy általában a természetben is 15-20 év, amit ameddig elélnek. Itt azért, tehát ugye az átéri tartásban, hogy mindig van ennivaló, oltás, foglalkozás, féreghajtás és minden egyéb, ami adja azt, hogy jóval tovább éljenek, mint ahogy az emlegetett hiúzzunk a matuzsálem korú Hubert is, hogy ő is az egy gyönyörű matuzsálem kort kort ért meg, úgyhogy Tiburunk is reméljük, hogy még igaz, hogy lomhán, lassacskán, de sokáig itt látható lesz, reméljük. Ugye ez a tréningezed is az állatokat, a medvéknél is van tréning? Igen, a medvék a nagyvadas körlethez tartoznak, úgyhogy az itteni kollégáim, a fiúk, ők rendszeresen tréningeznek velük is, és ez náluk sarkalatos is, hiszen ők hozzájuk nem mehetünk be közvetlenül, úgyhogy náluk a terület fenntartása, vízcsere, minden egyéb az úgy történik, hogy a belsőjükre vannak bezárva a medvék, amíg a kollégáim bent a kifutójukon tesznek, vesznek, takarítanak, bármi egyéb fenntartási dolog van. Úgyhogy így az is van, hogy két, azért nézek arra felé, mert arra felé van a kifutónak a szélén két külön elkülönítő, oda kapják a zenivalót, és külön is zárják őket, úgyhogy megvan, hogy melyik terület, melyik elkülönítő rész, melyik medvéjé, szépen oda bemennek, oda bezárják őket, és így tudnak biztonsága bemenni a területükre, úgyhogy ez is egy elég komoly tréning, meg hát minden nap van velük is látványetetés, vagy hát minden hétköznap, úgyhogy ez is egy komoly tréning, hogy olyankor ide tudják hívni a medvét, és akkor be tudják mutatni a kedves látogatóknak.
Egyébként nyilván minden állat más fokú törődést igényel. A medve ezen a skálán mondjuk, hogy hol helyezkedik el vele? Sokat kell foglalkozni, keveset? Vagy van egyáltalán egy ilyen skála, létezik egyáltalán, amiről én beszélek? Ennyit, ezt így ilyen szinten nem fogalmaztam meg. A medve amúgy egy eléggé lomhajószág, és eléggé úgy olyan lassú vízpartot most típusú, ahogy én tapasztaltam. Úgyhogy olyan szintű külön foglalkozást ilyen szinten nem igényel. Ami inkább speciális ellátás, az az öreg medvénk Tibor, aki most már kap ezért ízületerősítő és néha fájdalomcsillapító szuszpenziót, hogy azért még jobban érezze magát. Beszéltünk arról is, hogy azért mivel itt dolgozod, jól ismered az állatokat, hogy látod, hogy úgymond milyen hangulatban lehetnek a medvéknél is, megvan ez? Jó, rájuk lehet érezni náluk is mindenképpen, hogy mikor milyen hangulatuk van, mennyire van mondjuk étvágyuk, mennyire mozognak. Persze egy ilyen nap meleges, nagyon-nagyon erős forróság júniusi napon azért mindenképpen másképp mozognak, mint mondjuk egy hűvösebb időszakban, tehát azért persze ez kiszámítható, illetve nagyon sok minden rá is érezhető, de itt kiemelném, hogy a medvéink a kollégáimnak a körletéhez tartoznak, úgyhogy őket szerintem a kollégáim még inkább kiismerik, hiszen ők napi szinten foglalkoznak velük. Amit viszont én kapcsolatba kerülök a medvéinkkel, azok a szakvezetések, ami során például sok mindent szoktam mesélni a kedves látogatóknak a medvékről, mint általánosságban, az, hogy ugye mindenevő ragadozók, ugye emlegetek. Igen, ezt akartam kérdezni, igen? Mert hogy a mesébe ugye a málnát eszik a maci, ez mennyire valóságos, és ehhez képest a valóságban mi az, amit preferál? Igen, itt pont van két érdekes hiedelem, az egyik ugye a málna, a másik pedig a méz. Egyrészt tehát a medve az mindenevő ragadozó, hogy emlegettem, pockot, egeret, egyéb rágcsálókat is megeszegetnek, de mellette azért, ha arról van szó, elkapnak egy legyengült őzet is, de egy frissen elhullott állat tetemébe is szívesen belekóstolnak, és mint mindenevő, beleesznek azért különböző gyümölcsökbe is. Na most a málna, a szamóca, a szeder, meg az ilyen erdei bogyósok, meg gyümölcsök, ezek az elég időszakosak, és egy ekkora nagy robosztus medve számára az a pár szem málna igazából csak biztos, hogy eszik málnát, az biztos, mert azt is kimutatták, hogy most már átfordult a medvék százalékos megoszlási aránya a táplálkozás tekintetébe, hogy még régen 60%-a volt a hús és 40%-a a növényi eredetű, most már 60% a növényi és 40% a hús nemű a medvéknek az étlapján. Úgyhogy fogyasztanak, de emellett egyébként gombákat, gyökereket, makkokat, például itt a tölgymakot szeretettel megeszegetik az ősszel, és hát mellette pedig azért valóban egyéb mondjuk áfonyát, tehát ilyeneket is esznek. Viszont ugye visszatérve a másik hiedelemre, a mézre, hogy ugye sokan azt mondják, hogy a mézet szereti a medve, ez inkább Mici Mackóra igaz, akinek tényleg úgy a meseállatoknál igaz. Valóban előfordul, hogy mondjuk vadméheknek a kaptárát meglátogatja a medve, de ott igazából nem azért méhet mondtam, mert már előjárt a gondolatom, mert hogy igazából ott a méheknek a lárváját teszi meg elsőlegesen a medve, amire meg fehérje forrás, és mellette ott van a finom édes méz, úgyhogy persze abba is bele lefetyel, de alapvetően itt inkább a méheknek a lárváját válja a fő cél. Mik az ideális tartási, mi az, ami nagyon fontos egy fogságban, úgymond fogságba tartott medvénél, hogy meglegyen? Zártéri tartás, az úgy jobban hangzik. Zártéri. Jó, nincs, kit vagy a szakember. Hát ez jobban hangzik, mégis egy gyönyörű, szép, fantasztikus kifutójuk van, úgyhogy tényleg itt lehet látni, hogy csodálatos helyen vannak. Van itt árnyék és napfény, és ráadásul egy remek medence, úgyhogy ami egyébként egyrészt a megfelelőség, nagyon komoly előírás van, hogy egyes kifutóknak milyen kialakításúnak kell lenni, főként az ilyen veszélyesnek minősített állatoknak, mint a medvénél, úgyhogy megvan, hogy milyen magasságúnak kell lenni a kerítésnek, ami mellettünk is látható, hogy befelé hogy kell bedönteni, mindenképpen a felső része döntöttnek kell lenni, a villanypásztornak az elhelyezése is megvan, sőt itt a fákon is elhelyeztünk villanypásztorokat, mert ugye szeretnek fákat döntögetni, illetve fára is tudnak mászni, és hogy ne legyen fadőlés, ami nehogy Isten kerítésre vagy az állatra rá ne dőljön. És emellett pedig nagyon fontos a búvóhely, az amúgy is előírás minden állatnál. Itt nálunk két remek kis műszikla barlang van a számukra, úgyhogy például Tibor nagyon szeret az egyikben rendszeresen benne így hűsölni ilyenkor nyáron, illetve nagyon remek kis medencéjük van, ami az itató is egy komoly előírás. Itt a medencéjüket nagyon-nagyon szeretik, napjában többször kibekapcsolják a kollégáim, itt csobog nekik egy ilyen slagból a víz, és hát olyan remek medwellness van a számukra, hogy tényleg egyszerűen öröm nézni, ahogy pancsolnak. Úgyhogy ezek az alap kialakítási fontossági sorrendek. Hogy néz ki egy átlag napja a medvének? Tehát, hogy mikor aktív,
mikor nem. Ezt így nem lehetne kifejezetten, ez teljesen változó. Hangulat, kedv, időjárás, hogy olvasta a horoszkópját, nem tudom, nagyon mert ugye beszéltünk változó. Más állatoknál, hogy ott azért viszonylag kiszámíthatóbb ez a történet, hogy a medvéknél ez sokkal... Ez összetettebb. Illetve pont ezért, mert ugye ők is más állatkerti állatoknak az állatkerti leszármazottai, ezért más a viselkedési metódusuk is, mint mondjuk egy vadon élő társuknak, és hát plusz ők még amúgy is egy eléggé egy változó személyiségű állatkák, és mindemellett rendkívül kényelmesek. Úgyhogy a medve igazából, ha lehet, egész nap csak ülne, vakarná a hátsóját, és mellette várná, hogy jöjjön a kaja a sült galamba szájába. Tehát tényleg ilyen típusú állat, a medve nagyon lomha állat. És minden mellett pont ezért egy nagyon kedves és aranyos állat tud lenni. Akkor nincsen, nem is nehéz eset ez a két egyed egyébként? Nem, alapvetően egy nagyon jól kezelhető, de ez ugye a kollégáimat is dicséri, akik rendszeresen tréningeznek velük. Mind a látványetetések során, megmondom, a elzárásuk is azért nagyon ügyesen, rendszeresen gyakorolják velük. Említetted egyébként, hogy nem a te hozzátartoznak a medvék, de azért te tudod esetleg, hogy milyen karakterkülönbség van a két állat között egyébként? Igen. Tibor ugye hát öregecske, úgyhogy ő már inkább csak ilyen óvatos duha, ő legtöbbször csak egy helyről átteszi magát a másik helyre, és kettő között mondjuk egy métert megtesz. Romulus az, aki a nagy, ahogy kollégáim is mondják, nagy lakberendező, vagy kifutó berendező, na ő azért egy kicsit rontópál, ő hajlamos arra, hogy mondjuk egyik reggelről a másnap, egyik estéről a másnap reggelre mondjuk egy ilyen nagy farönköt arrébb pakoljon, mert neki az ott most nem tetszett. Szerencsére komolyabb gondot nem szokott ezzel okozni, csak a kollégáim mindig figyelik, hogy na, már megint Romulus valamit pakolászott a kifutón, úgyhogy inkább ő az ilyen kis rossz csont. Egyébként ez a terület, amin vannak a medvék, ez még mennyit, tehát egy több medve is elférne itt nálatok, vagy ez pont az optimális, ez a kettő medve plusz ez a tér? Ez egy nagyon optimális, tökéletes terület két medve ez számára. Pontosan ki van számolva? Nem, ez nagyobb egyébként, mint amekkora az előírás szerinti. De ott elég lényeges dolog, hogy két medvére van engedélyünk, illetve két medvére van elkülönítőnk. Amúgy sokáig egy kifutón érdegéltek a farkasokkal, konkrétan 5 évvel ezelőttig, amikor is ketté lett választva mind a farkasok a medvéktől. Ennek meg az egyszerű oka volt, hogy mind két ragadozó a természetben is felosztották egymás közt a területet, és a medvék általában lent voltak, a farkasok meg fönt a kifutónak a felső részén, úgyhogy például akkoriban a szakvezetéseim során úgy mondtam a látogatóknak, hogy ott az a két szürkekő, aminek le van és lihegna, az a farkas, tehát nem lehetett jól látni őket, illetve mivel a medvét el kellett különíteni a farkasokhoz, meg ugye előírás alapján be szoktunk járni, így a feltartás kezelés tekintetében is sokkal jobb így, hogy külön vannak akkor a medvék és a farkasok. Igen, egyébként önmagában az is meglepő tény, hogy egyébként meg lehetnek így helyek közel együtt, szóval engem van az meglep. Van olyan hely egyébként, a Veresegyházi medveparkban is egy helyen vannak, Pécsen is egy darabig együtt voltak a farkasok és a farkas és a medve, úgyhogy van erre metódus és előfordulnak ezek, de itt nálunk végül ez vált be jobb. Most már mondhatjuk, hogy Magyarországon is ugye vannak medvék. Mit lehet ezekről az állományokról tudni? Mi az, amit biztosan ki lehet jelenteni? Hát, hogy van medve, és hogy honos, és örüljünk neki. Ez nagyszerű dolog, mert ez azt jelenti, hogy mind az erdőgazdálkodás, mint a vadgazdálkodás és a odafigyelt turista viselkedés, ezek találkoztak, és ez azt jelenti, hogy már nem akkora zavarásúak ezek a nagyobb összefüggő erdőségeink, ahol így akkor vissza tudnak néha a zöld határon keresztül jönni a medvék. Nincsenek itt tartósan, azért néha jönnek, mennek, elég nagy területet bekóborolnak ők ahhoz, hogy ehhez így átmennek a határokon, megjelennek, de kicsi az esély, hogy összefussunk velük, kivéve ugye néha azért hallani egy-egy ilyen elkoborolt példányról, de őket is aztán szépen vissza lehet terelgetni a helyükre, vagy vissza lehet szállítani. Nincsen alapvetően velük semmilyen probléma. Nagyon-nagyon örüljünk neki, hogy visszatértek a honos ragadozóink hozzánk. Van egy nagyon érdekes dolog a medvékkel kapcsolatban, ez pedig az időjóslás. Mesélsz erről nekem? Igen, ugye az a monda, hogy február 2-án, hogyha kijön a medve a barlangból és meglátja az árnyékát, akkor visszahúzódik, mert még hosszú lesz a tél, ellenben, hogyha zimankó van, zegelnye és hóhullás, akkor viszont elő marad, mert valószínűleg már ki fogja adni az erejét. Ennek igazából inkább egy ilyen népi megfigyelés van mögötte, de nem ennyire sarkalatosan, hogy február 2-án biztos előjön a medve. És az egész amúgy pedig inkább az ilyen franciaországi területekről indult, ahol pedig mormota jön elő február 2-án, és ezt ültették át a magyar környezetbe, magyar állathoz igazából, és nem más tette mindez, mint Jókai Mor az Újföldes úr című regényében írt erről konkrétan először, és abban ő már a medvéről írt. Ennek talán annyi a megfigyelési alapja, hogy valóban, amikor már február vége felé még olyan nagyon erős hidegek jönnek, akkor valóban sokszor ez már az utolsó rugása, úgymond a télnek, és már talán itt van a kikelet. Azt megfigyelték, mert hogy Amerikában is mormota az időjós állat, és ott volt egy
volt egy vizsgálat, hogy az elmúlt, nem tudom, azt hiszem 100 évben hányszor sikerült pontosan megjósolni az ottani híres mormotárnak az időt, és 28,9%-ban sikerült eltalálnia, úgyhogy inkább csak egy nagyon aranyos történet mindez, hogy február 2-án előjön-e a medve, vagy nem. Esetleg arról tudsz-e nekem mondani valamit, hogyha netántán mégis sétálunk az erdőbe és találkozunk medvével, vagy van valami viselkedési kisokos, hogy mit, mert nagyon ellentmondó dolgokat lehet erről olvasni, szintén az interneten nyilvánvalóan. Igen, vannak ilyen hiedelmek, hogy esetleg, ha összefutnánk medvével, aminek nagyon-nagyon kicsi az esélye. Mert hogy kerül minket alapvetően? Mert hogy kerül minket, mi nem térünk le, hogy az ösvényről a kutyát pórázzal visszük, és nem nyúlunk semmilyen kis állathoz, és ha látunk ugye örök mondás bundában valakit szamócát szedni, akkor nem megyünk oda a nyáron, mert valószínűleg medve lesz. Jó, ez csak egy ilyen vicces mondás. Uh-huh. Mindig. Lényeg, hogy ha véletlenül összefutnánk medvével, akkor az egyik, hogy lehet, hogy két lábra fog állni, igazából ilyenkor csak megnéz minket, mert nem lát olyan jól. És mellette sokszor csak kíváncsi. És nagyon sokat tud számítani az, hogyha csak simán levesszük a hátizsákot, letesszük, és szépen kihátálunk az adott helyzetből. Legtöbb esetben a medvét le fogja kötni a hátizsák, ami, hogy annak a tartalma, mondjuk a jó kis szalámi zsemle, de minket viszont hagyni fog, mert nem vagyunk igazából rajta a kaja listán. És ezzel még annyival tudunk segíteni, hogy nem szaladunk. Mi az, ami szalad? Az általában a zsákmány állat. Tehát, hogyha hirtelen mozulatot teszünk, vagy szaladunk, az vagy megijeszi az állatot, vagy beindítja a vadászó ösztönt, és esetleg ez lehet. A másik, amit szoktak mondani, hogy tettessük magunkat halottnak. A medve belekóstol a dögbe is, igen, tehát ennek nincs értelme. Aztán van, aki azt mondja, hogy szaladjunk lefelé a lejtőn. A medve van 4 lábon, ráadásul otthon terepen, úgyhogy semmi esélyünk nincsen. Főként, ugye, is, igen, gyorsabb is, tehát le is sprintelne minket, tehát mindenképpen ő van helyzeti előnyben. És akkor a legnagyobb butaság az lenne, hogyha fölmásznánk a fára, mert a kisbocsoknak az első, amit megtanulnak még mielőtt bármit is igazán csinálnak, hogy fölmenjenek a fára, mert a bocsok nagyon sérülékenyek és nagyon picik még, és ilyenkor, hogyha valami veszély van, akkor ők a legnagyobb biztonságban a fán vannak. Úgyhogy a medvének a legelső, amit megtanul, a fára mászás. Tehát amit esetleg, hogyha bármikor is összefutnánk medvével, az, hogy hagyjuk ott a hátizsákot. Na most Erdélyben... Nincs rajtunk hátizsák? Akkor is óvatosan kihátrálunk az egészből, vagy lekapjuk a pólónkat, vagy valami, ami leköti, és azt is óvatos mozdulatokkal kapjuk le a pólónkat, és talán így ez elkerülhető. Amit szoktak ugye javasolni, az, hogy már ne is legyen ez az esély, hogy összefussunk az adott állattal. Ugye Erdélybe szokták javasolni a különböző csengők, meg ilyen hangot kiadó szerkezeteknek a hordását, de ugye az, hogyha beszélgetünk, zajjal járunk, tapsolunk, és hát mondom, nem térünk le az ösvényről, főként ott a helyiek pontosan meg tudják mondani, hogy merre szoktak inkább medvék mozogni, és akkor ezt a területet ki lehet kerülni. És még egy nagyon fontos, hogy ne etessük ezeket az állatokat, ott pont kint, több helyen is már kint vannak magyar nyelvű tájékoztatók is, ezt pont nemrég mutatták nekem lefotozva, hogy nagyon sokszor az a baj, hogy ezeket a medvéket etetik, és így oda szoktatják. De miért etetik a medvéket? Ez nem csak a medvék, nagyon sok állatnál itt a vadasparkunkban is gyakran előfordul, meg nagyon sok helyen, hogy az emberben benne van ez a legelső kontakt az állattal, hogyha éppen etetjük őt, de ezzel együtt viszont ez esetben oda szoktatja az ember a medvét, mondjuk ahol sok turista van, és akkor így veszélyhelyzetet teremtenek ezzel. Itt pedig ugye a vadasparkban az etetés vagy az állat megbetegedését, elhalálozását okozhatja, vagy pedig sérülésveszély lehet. Úgyhogy ezért az alapszabály, idegen állatot ne nyúljunk hozzá, és ne etessük. Na ezt akarom kérdezni, szóval, hogy számomra annyira evidens, hogy nem nyúlkálunk be a medvéhez, mégis ki kell írni. Ennek esetleg van egyébként egy olyan, hogy ebbe a videós, filmes világban, hogy valahogy a valóság elmosódik így a cukisággal. Igen. Van ilyen, ugye? Igen, már kicsit más a veszély és tartás érzete és tisztelet megadása az állatok felé az embereknek. Nagyon sokszor látni ilyen, mind a videókban, filmekben. Egyrészt ezeknek a nagy része már vagy valamilyen tréninges állat, vagy ma már ugye a 3D-s, meg nem tudom hány D-s technikának köszönhetően olyan életszerű állatokat sikerül már kreálni a filmek során, ami szintén nem teljesen valós, hogy mondjuk a főhős megsimogat mondjuk egy oroszlánt, vagy ez esetben egy medvét. Úgyhogy meg kell tanulni azt, hogy tisztelettel kell az állatok felé fordulni, és így akkor mi is meg fogjuk kapni azt a távolságtartást és tiszteletet, amit meg mi adunk meg nekik. És ugye ezért már nagyon fontos az ismeretterjesztés például, mert ugye, hogy emberi tulajdonságokkal ruházzuk föl mondjuk az állatokat, igen, az egy óriási probléma a mai világban. Te mint állatokkal foglalkozó ember, ezzel találkozol nap, mint nap egyébként? Előfordul, igen, és van, amit nagyon belemagyaráznak, vagy nagyon megpróbálnak magyarázni egy-egy állat viselkedésénél. Nem mindent tudhatunk még a mai tudományos és csomó megfigyelés háttereivel sem, hogy egy adott állat az adott mozulatot tettet,
szagjelet, vagy bármit miért csinálja, még nagyon-nagyon sok mindent kell tanulnunk velük kapcsolatban, és igen, nagyon sokszor ez inkább csak belemagyarázás, de az ember nagyon szeret csomó mindent megmagyarázni, és ez segít valahogy tovább lépni az adott dolgokkal kapcsolatban. Egy, ami nagyon fontos, persze megpróbáljuk megmagyarázni, de mellette pedig mindig legyen bennünk kérdés, hogy ez miért, az miért, és így tudunk igazán tovább haladni, és így tudjuk még inkább megismerni az adott állatot. Igen, ez ilyenekből fakad, hogy cuki a maci, és akkor ezért meg akarom érinteni, és csak ez a cuki maci, ez egy ragadozó, pontosan mindenevő. Hát ez itt a veresegyházi kollégákkal szoktuk rendszeresen azt is mondani, hogy van a cuki maci, aki ott fekszik a ágyunkon, kis plüsből van, és van a medve. A medve viszont nem játék, úgyhogy ezt talán így lehetne ketté választani, hogy ezek nagy meseállat, tehát a medve is egy nagy meseállat, és ezért aztán kicsit elmosódnak ezek a történetek, és igen, elmosodnak a határok, de azért van köztük különbség. Nem csak ugye gondolom, látotta is az interneten ezeket a selfiket a medve előtt, meg ilyesmi, aminek nagyon sok esetben tragédia a vége. Bizony, nagyon sok felhőtlen dolog van, és egyébként pont ilyen halálos balesetek is előfordulnak. Hallottam olyanról sok évvel ezelőtt Amerikában történt, hogy két diák kirándult az erdőben, és megláttak egy medvét a nem messze a fák között, és letértek az ösvényről, ugye mondtam, hogy ne térjünk le, és elindultak a medve után. A medve pedig nem akart velük semmit, és elindult tovább, és követték, addig, míg a végül befeszült erre az állat, visszafordult, és onnan tudjuk az egész történetet, hogy az egyik srác életben maradt. Uh-huh. És itt megint az emberi butaság, igen, kerestem a jó szót, az oka az egésznek, az állatnak a nem ismerete, illetve az, hogy hagyjuk békén őt, és akkor ő is békén vagy minket. Van még egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy szabadon megjelentek a medvék mondjuk Magyarországon, nagyon kevés van belőle pár, de mondjuk azért lehet olvasni Szlovákiába, Erdélybe, hogy már társadalmi konfliktusokat okoznak. Erre föl lehet készíteni valahogy az embereket, vagy hogyan lehet ezt jól megkonstruálni, hogy ez működjön, ez a nagy ragadozó is éljen, meg mondjuk az, aki mondjuk nem tudom, birkákat legeltet, ő is tudjon élni, hogy ilyenről van valami diskurzus erről? Két dolog, ami itt érdemes megjegyezni, az egyik a városi történet, a másik pedig akkor a birka terelős a városira kitérve. Itt ugye a legfőbb probléma az, hogy jönnek a medvék szemetet összeszedni, hulladékot gyűjteni, és igazából kukázni magyarul. Itt ugye már egyre inkább arra igyekezek odafigyelni, hogy zárt hulladéktárolók legyenek, és ahogy emlegettem is már más állatoknál, például a vadisznónál, hogy tudjuk, hogy a medve be fog jönni, vagy ott van a környéken, akkor ne tegyünk ki olyan kaját, vagy ne dobjunk ki olyan kaját, főként olyan hulladéktározóba, ahonnan könnyen hozzáfér a medve. Tehát ez az egyik, hogy ne szemeteljünk, de ez amúgy is most végképp sarkalatos, és főként nem ennivalót a medve számára, hogyha ezt tudjuk. Bocsánat, itt vetném közbe, hogy mondjuk már ahol nagy medvesűrűségű helyeken lehet urbanizálódásról beszélni? Vagy ez még csak egy ilyen bejárogatás, vagy van már olyan, aki bent lakik esetleg? Hát olyanról még nem tudok. Aha. De ez nem jelenti azt, hogy nincs ilyen, de nem tudok róla, hogy urbanizálódott volna már a medve ilyen szinten, hogy bent is lakna. Ahhoz azért nagy állat szerintem, hogy ő azért mondjuk akár egy elhagyatott pajtában ott ellene, kicsi az esélye. Úgyhogy minden esetre itt az egyik sarkalatos, hogy de hát ez alap is, tehát hogy ne szemeteljünk és ne hagyjunk elől olyat, ami a medve számára csábító lehet. A másik oldala a helyi pásztorok és birka nevelők mindig is volt medve, mindig is együtt tudtak élni, tehát igazából itt vissza kell nyúlni az ősi tapasztalatokhoz és az ősi megoldásokhoz, ami az egyik az volt, hogy jól be kell zárni az adott állatot megfelelő akolba. Valamennyit bizony úgymond be kell áldozni a medve oltárán, de ez ő is csak élni akar, mi vagyunk az ő területén, tehát és ott van az óra előtt a konkrét terülyasztalka, tehát igen, ilyen előfordulhat, ezt bele kell úgymond kalkulálni, és még egy fontos, régen is nem véletlenül ott voltak a nagyon remek pásztorkutyák. Ezt akartam én is mondani, hogy ők nem a hetediken voltak a kuvaszok, igen, hanem kint. Igen, meg a többi ilyen jó, robosztus, fantasztikus pásztorállatok, pásztorkutyák, akik erre tökéletesen alkalmasak voltak, hogy távol tartsák vagy riasszanak, és ezzel aztán együtt működve itt megint az ember és állat együttműködésének egy fantasztikus példájaként. Ez, hogyha figyelnek erre, és lehet, hogy egy remek pásztorember még több minden okos dolgot tud nehez mondani, úgyhogy ezekkel igazából mindez megoldható. Nagyon szépen köszönjük az egész hetes ismeretterjesztést. Szívesen köszönöm. Adásunk második felében Szentpétervárral és Oroszországgal jövünk. Tartsanak velünk a továbbiakban is.